Miközben az Unióban a kiadások átlagosan 1,6%-át költik alkoholra, Magyarországon ez az arány 3%-os. Az alkoholbetegek száma is növekvőben van. A statisztikák azt mutatják, közel 1 millió ember él a függőségnek ezen a szintjén. Vannak a nagyivók, akik abból meg 1,5 milliónak mondják azt a nagyivót, aki ugye még nincs meg az a szenvedély, hogy ugye nincs meg ez a lelki, fizikai függőség, hogy ugye nincs megvonás, ha nem iszik még meg egyéb, de a folyamatosan nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt. Cseh Judit főorvos azt mondja, az alkoholizmus évek alatt alakul ki, és a májkárosodási szintre is csak hosszú évek után jut el az ember. Tapasztalatunk az, hogy évi olyan 200 beteget gondozunk mi ilyen jellegű problémákkal, itt az alkoholos májgyulladástól kezdődően az alkoholos zsírma és az alkoholos májzsugor is ezen betegségek közé tartozik. Azt tudni kell, az alkoholos májzsugor kialakulásához sok idő kell, gyakran tünetmentesen zajlik ennek a kialakulása, és amikor már sajnos tünetekkel jelentkeznek a betegek, az már sajnos egy előre haladott májbetegséget jelent. Az alkohol probléma kialakulása az utóbbi években egyre fiatalabb generációkat is érint. Szekszárdon a legfiatalabb ilyen betegségben elhújt ember még csak 27 éves volt. Cseh doktornő azt mondja, csak a teljes abstinencia jelenthet esélyt arra, hogy a máj regenerálódása megvalósulhasson.